Igazi örömünnepre várják a helyi lakosságot és az ide látogató turistákat. Április 23-án és 24-én, amikor nosztalgia hétvége helyszíne lesz Balatonfüred. A település a városá nyilvánításának 50. évfordulóját ünnepelte tavaly, ám a pandémia miatt sok programot le kellett mondani. Ezeket szeretnék részben pótolni április végén, olyan programokkal, melyek széles rétegeknek szólnak. Ezeket megelőzően ünnepi testületi ülést is tartanak majd a testvérvárosi delegációkkal. A hétvége azonban már tényleg a családok és a füredieké lesz. Szombat és a vasárnap lenne igazán a városé. Meghívjuk a város lakosságát ünnepélyes, gyönyörű programokra általában úgy szerveztük a programokat, hogy ez a családé legyen. És olyan programokat terveztünk, ahol a gyerekektől a felnőttekig jól érezzék magukat. Lenn a vitorlástérre koncentrálódunk, és nagy örömünkre a Balatoni kör állt emellé a program mellé, és ők is kitelepülnek gasztronómiával, egy nagy sátorral, és ott meg lehet kóstolni a balaton nagyszerű ízeit, és a nagyszerű balatoni borokat is. A színpadon pedig a programok zajlanának, uh, ifjúsági programok, gyerekzenekarok, említeni itt a népszerű Alma Együttest. Azt gondolom, hogy a, a, az ifjúság körében, a fiatalok körében ez nagyon népszerű. Itt lenne még talán akkor nagyon népszerű, 100 volt együttes is. És természetesen kirakodó vásárok lennének, is, és egyéb látványosság. És hogy a, a családnál a felnőttek is megtaláljuk a maga programját, az abba emlékzenekart hívtuk meg, és talán azt gondolom, hogy arra az, abban az időszakban ez mindenkinek szép emlékeket hoz, és szívesen ö, ö, veszünk részt ezen, és énekelünk, táncolunk együtt abba emlékszenek arra azokra a nagyszerű számokra, amik akkor jelentették nekünk az ifjúságot. Vasárnap délelőtt ugyancsak a délelőttöt a, a, gyerekeknek szervezzük, Rutkai Bori és Bandája répne fel, és, és, kirakodó vásár lenne a gyerekeknek. Fanyűvő kitelepülés, ez egy ilyen játékpark, és játszóházat szervezünk a fiataloknak és ugyanúgy megtaláljuk a, a Kóstolt Körbe a Balaton címmel a Balatoni Kör tagjait a sátorban, ami ott lesz a Vitorlástéren. És 1971-ben, amikor a városi rangot kapott Balatonfüred, akkor az első ilyen nagy rendezvénye volt az Annabella Hotelban, egy fodrászverseny, amire... Nosztalgiával emlékeznek vissza azok, akik itt éltek a városban és itt voltak, és újra jelentkeztek, hogy szívesen csatlakoznának, és ismét egy ilyen fodrászversenyt rendeznének itt, egy országos fodrászversenyt, Hajas László vezetésével az ország jelentős fodrászai jönnének ismét Balatonfüredre. Mi elfogadtuk ezt, és és a egy nyilvános lenne ez a bemutató a Városi Szabadidőközpontban. Aki nem megy el a Városi Szabadidőközpontba, vasárnap délután a sétányon megnézheti, hiszen egy felvonulást szervezünk részükre is, szeretnénk, ha részt vennének ebben a felvonulásban, és megmutatnák azokat a frizurákat, amik azt gondolom, hogy akkor vagy most divatosak, és szívesen mutatják ők az előremutató frizurákat. De megjelennének ekkor Balatonfüred civil szervezetei is, megjelenne a koncertfúvó zenekar, a néptánc együttes, a citera zenekar, a város vegyeskara, és hát természetesen büszkeségünkre felvonulnának a reformkori hagyományok képviselő, társaságnak a képviselői is. Úgy gondoljuk, hogy ez a hétvégében Balatonfüredi lakosok és, a, és az ide látogatók is megtalálják azokat a programokat, amik számukra, élményt adnak, emlékezetését teszik ezt az 50 éves évfordulót. Reméljük, hogy mindenki jól fog szórakozni ezen a hétvégén. A Nosztalgia Hétvége pontos programja a balatonfüred.hu oldalon és a Füred TV képújságában is olvasható.